Ebben a közel egy órában most a Google szervezeti iskolai szolgáltatásairól fogok beszélni. Nagyon remélem azt, hogy azoknak, akik nem pontosan tudják, hogy mi az, fogok tudni egy olyan átfogó képet adni, ami nem ijesztő, hanem átláthatóvá teszi ezt a rendszert. És azoknak, akik használják már, azoknak fogok tudni mondani pár olyan tippet, trükköt, amivel ők is kényelmesebben fogják tudni használni ezt az amúgy nem bonyolult, de nagyon sokat tudó kiterjedt rendszert. Most fogom megosztani a képernyőmet. Egy pár másodpercet azért várok, hogy látszódjon. Miről is van szó? Mi ez a Google intézményi dolog? Ezt régen szútnak hívták, most már Workspace néven lehet megtalálni március elejétől. Ez egy olyan alapvetően irodai munkahelyi keretrendszer, amiben nem egyéneknek szóló e-mail cím, mint a Gmail és egyéb szolgáltatások találhatóak, hanem mindenkit összefog, aki egy munkahelyen dolgozik. Tehát mindenkinek kukac.munkahelyeneve.com vagy .hu e-mail címe lesz az adott szervezetben. Ennek a Workspace szolgáltatásnak csináltak egy oktatási verziót is, ami nagyon sokat fejlődött tavaly óta. Ebben található meg a Classroom, és még egy pár másik dolog, amit most meg fogok említeni. Kiknek érhető el ez az oktatási verzió? Intézményeknek. Tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ez nem az, amit egyénileg az ember létre tud hozni magának. Én azt gondolom, hogy a koronavírus tavalyi hulláma az megtanította a legtöbb iskolának és tanárnak azt, hogy nagyon sokat segít mindenkin az, hogyha az egész tagozat vagy az egész iskola egy keretrendszerben dolgozik, a szülők, a tanárok és a diákok is jobban tudnak egymásról is kommunikálni, és jobban kiismerik a lehetőségeket. Tehát ehhez mindenképpen szükség van arra, hogy az intézmény döntsön, és mindenkit szépen betereljen egy ilyen account alá. Mi kell ehhez? Tulajdonképpen semmi más, mint igazolni azt, hogy az iskola ez egy köznevelési intézmény, és amint ezt visszaigazolta a Google, akkor már is létre lehet hozni ezt a felületet az iskola e-mail címeivel. Tehát itt lehet látni, hogy hol elérhető maga a letöltés és az alapinformációk erről a szolgáltatásról, és mindjárt fogok beszélni a különböző verziókról. Amit szeretnék először megmutatni, az, hogy milyen programok vannak ebben. Nagyon sok minden ismerős lesz már mindenkinek, máshonnan nem privát használatból, de itt most ezekből még egyet kap, lesz még egy e-mail címe, ami ugyanúgy fog kinézni, mint egy Gmail-es e-mail cím. Ezen a munkatársaival és a tanítványaival tud kommunikálni, de természetesen mindenki más, és ez egy normális e-mail cím használható mindenkivel való kommunikációra. Lesz egy naptára is, amiben megjelennek a munkahelyen kapcsolatos időpontok, online értekezletek, offline értekezletek, ezt meg fogom mutatni ma. Van lehetősége videokonferenciát indítani, például online oktatást is tud ezen keresztül csinálni, ezt is meg fogom mutatni ma. Kap egy dokumentumszerkesztőt, egy táblázatkezelőt, egy prezentációkészítőt és egy kvíz és kérdőív készítőt is. Ezekről már nem fogok részletesen beszélni, talán ezek a Google legismertebb termékei, amivel már a legtöbben találkozhattak. Fogok viszont beszélni a Classroom, vagyis osztálytermi szolgáltatásról. Ez az, amiben feladatokat tudunk kiadni, kommunikálhatunk az osztállyal, értékelni tudjuk a munkájukat, stb. Stb. Ezt részletesen be fogom most mutatni. Van egy ilyen assignment, erről egyáltalán nem fogok most beszélni, ez lehetővé teszi, hogy egy learning management szisztemmel tudjon kommunikálni, abba beépüljön ez a rendszer, mivel Magyarországon a Kréta az átfogó learning management szisztem, amihez nehéz hozzányúlni, ez nem annyira aktuális szerintem számunkra. Van benne egy oldalak lehetőség, itt mindenféle, akár diákok is csinálhatnak kicsi weboldalakat, de tárhelyként is lehet használni egy csoport belső anyagait föltenni rá, erről nem fogok ma beszélni. Van lehetőség csoportokba rendezni a munkatársakat. Ez egy nagyon előnyös dolog, e-mail listákat lehet létrehozni az intézményi kommunikációnak, ez egy nagyon fontos alapeleme, de nem gondolom, hogy felhasználói szinten egy tanárnak ezzel nagyon sok dolga kellene, hogy legyen. Itt van a Drive,
amit talán már sokan ismernek, a személyes Gmail fiúk mögött is van egy ilyen drive, viszont ez egy sokkal-sokkal nagyobb tárhely. Nem kell félnünk attól, hogy a diákok beküldött feladatai elfoglalják a tárhelyet. Ez egy remek hely arra, hogy a saját oktatási anyagainkat gyűjtsük és rendszerezzük, úgyhogy ez egy nagyon jó plusz szolgáltatás itt. Több mint 100 terabájtot kap az iskola, hogyha intézményként regisztrál. Ez nem fog elfogyni hamar. Illetve természetesen van egy admin funkció is, ezt igazából egy embernek elég kezelni az intézményen belül, erről sem fogok ma beszélni. Tehát ennyi féle szolgáltatás jár, amikor az ember belép ebbe a klubba, mondjuk így, és most nézzük meg azt, hogy mi az, ami az ingyenes verzióban van. Ide tettem erről egy linket, de igazából nagyon könnyű megtalálni, hogyha az ember elkezdi keresgélni a Google Classroomról bármit, akkor nagyon hamar oda fog jutni. Alapvetően az ingyenes verziót fogom most bemutatni, mivel azt gondolom, hogy Magyarországon ez a reális, hogy ezt akarják használni az emberek. Most nagyon átalakították a fizetési lehetőségeket, 3, 4 és 5 dollárért lehet plusz szolgáltatásokat kapni. Sajnos ezekben a fizető szolgáltatásokban, ez ugye felhasználónként kerül ennyibe, sajnos ezekben a fizető szolgáltatásokban bekerültek olyan nagyon-nagyon jó dolgok, mint például a kérdés és a válasz a videó órán, a szavazás, vagy a breakout roomok, vagyis a csoportszobák lehetősége. Úgyhogy ezekre fogok mutatni alternatív lehetőségeket, ahogy barkács módon ezeket többé-kevésbé elő tudjuk állítani. Viszont azok a szolgáltatások, amiket mutattam, illetve az adatvédelmi lehetőségek, azok elérhetőek mindenki számára az ingyenesben is, és olyan plusz szolgáltatások is, amiket meg fog mutatni, mint a Jamboard, ami szerintem egy nagyon érdekes lehetőség a meetingeken belül. Na de térjünk is rá, hogy milyen előnyei vannak ennek a rendszernek, és hogy kinek ajánlom elsősorban. Én az iskolában, ahol dolgozom, most már több mint egy éve használom a csoportjaimmal ezt a rendszert, de másik intézményben pedig másik keretrendszert használok, úgyhogy összehasonlítási alapom is van arról, hogy miben jobb, és miben mit ne várjunk ettől a Google Workspace-től vagy Classroom-tól. Ugye mondtam, egy keretrendszer, tehát intézményi módon kell jelentkezni rá, viszont egyben nagyon sok programot kaptunk meg vele. Nagyon fontos előnye az adatvédelem. Gmail címet nem csinálhat például 13 éven aluli egyedül, viszont hogyha az intézmény ilyen belül diákként van bevéve ebbe a rendszerbe, tehát olyan e-mail címet kap, ami mellé oda van kötve, hogy ő bizony egy tanuló, akkor a GDPR-nak is meg fog felelni, illetve nagyon alapvető gyermekvédelmi, biztonsági szabályoknak is meg fog felelni. Ennek van olyan hátránya, hogy a gyerekek nem tudnak mindent csinálni, például nem tudnak egymással videokonferenciát indítani, ami csoportmunka szempontjából lehet hátrány, egyszerűen egy tanárnak el kell indítani az ő csoportmunkájukat, viszont biztonsági szempontból szerintem ez egy nagyon fontos előrelépés, és jó tudni azt, hogy a Google egyre több lépést tesz annak irányában, hogy a gyerekeket védje a szolgáltatásaiban. Ami nagyon fontos és nagyon nagy előnye ennek a rendszernek, hogy nem lehet vele mindent megvalósítani, nem lehet mindent testre szabni, viszont nagyon egyszerű a kezelőfelülete. Általában mindent ott talál az ember, ahol keresné, és kevés gomb van előtte, nagyon-nagyon átlátható az a pár lehetőség, ami fele tovább tud menni egy-egy felületre, úgyhogy át is fogjuk tudni nézni ma, hogy mi mindent várhatunk ebben a programban. Nagyon fontos még az, hogy ez egy munkaerőpiacon valóban használt szolgáltatás. Hogyha elkezdjük ezt használni az iskolában, akkor olyan felületet, e-mail rendszert, naptárrendszert tanítunk a gyerekeknek, amikre valószínűleg a munkaerőpiacon is szükségük lesz. Tehát egy valódi használatos informatikai eszközt adunk a kezükbe, és nem csak az iskola berkein belül fogják tudni használni azt a tudást, amire szert tesznek. Mivel ez egy nagyon elterjedt szolgáltatás munkahelyeken is, illetve Gmail fiókja nagyon sok felnőttnek van már, ezért nagyon-nagyon-nagyon nagy előnye, hogy nagyon sokat tudnak segíteni a szülők otthon a gyerekeknek. Főleg, hogyha most gondolkodik egy iskola azon, hogy milyen egységes keretrendszert vezessen be, miközben már távoktatásban vannak, akkor ez egy nagyon nagy előny más keretrendszerekkel szemben, hogy a szülők ebben jobban fognak tudni segíteni.
Én azt látom, hogy ez nem kell rendszergazda. Más keretrendszernél felmerül, hogy annyiféle beállítás van, hogy kell egy ember, aki ehhez ért és nagyon beleássa magát. Én azt gondolom, hogy egy Google Workspace-t el lehet indítani egy informatika tanár, egy lelkes tanár kezében összefogva a dolgokat, mert nem lesz vele nagyon sok plusz munkája, de akár egy lelkes szülő is fog tudni ebben felelősen segíteni, és nem teszünk rá nagyon sok plusz terhet, és ez egy nagyon nagy pozitívum. És azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy nem csak egy távoktatási lehetőségről beszélünk, nagyon sok olyan szolgáltatás van ebben, például a levelező csoportok, amik az intézményi kommunikációt, vagy akár a tárhely, a drive, amiről beszéltem, ahol a saját elkészült tananyagainkat tudjuk rendszerezni, amiket nem csak a digitális oktatás vagy távoktatás idején használhatunk, hanem használhatjuk a jelenléti oktatáskor is. Tehát nem egy olyan dologra kell most berendezkedni, ami csak pár hónapig érvényes, reméljük legalábbis, hanem lehet ebben hosszú távon gondolkodni, és ezt tudja támogatni ez a keretrendszer a hétköznapi és jelenléti oktatást is. Amit most szeretnék megmutatni, az pedig ennek a Classroom-nak a kezelő felülete. Én azt a trükköt sütöttem itt el, hogy nem egy diát készítettem, hanem egy közleményt hoztam létre ennek a példacsoportnak az oldalán, és meg is fogom mutogatni ezeket a dolgokat, de legelőször szeretném megmutatni a fő felületét ennek a Classroom-nak, hogy hova érkezik az ember, amikor belép a Google Classroom-ba. Itt lehet látni az osztályaimat, amiben vagy tanárként, vagy diákként vagyok benne, és mindegyik csoportban benne vannak azok a diákok is, vagy esetleg azok a tanárok is, akikkel együtt dolgozom abban a csoportban, de én csak azokat látom, amiben érintett vagyok. Hogy tudok új osztályt létrehozni? Itt a jobb felső sarokban van egy plusz jel, erre rákattintva, vagy csatlakozni tudok egy osztályhoz, vagy létrehozni egy új osztályt. Nézzük meg, hogy miket kell kitölteni. Lehet látni, hogy mindössze 4 sort kell beírni, egy nevet kell adnom mindenképpen az osztályomnak. Ez a legfontosabb dolog, az összes többit akár ki is hagyhatom, és általában a jobb alsó sarokban egy színessé váló gomb lesz az, amiben leokézhatom a lehetőségeket. Itt ez a create. A jobb felső sarokban találok még egy fontos jelet, ez az összes Google alkalmazásban megtalálható, ez a 9 darab pötty, ez átvisz engem a további lehetőségekhez, itt lehet látni azokat a programokat, amikről már beszéltem, amiket el tudok érni ebben a keretrendszerben, lehet látni, hogy mennyiféle dologhoz félek hozzá, pusztán azért, mert van egy ilyen intézményi e-mail címem. De nézzük is meg, hogy mit található egy osztályteremben, bemegyek ebbe a csoportba, ez lesz a mi bemutató óránk. Látszik, hogy 4 fül van, ezeken fogok sorban végigmenni. Az első az a hírcsatorna, vagyis a stream. Ez az, ahol bejegyzéseket tudok közzétenni az osztályoknak, így néz ki körülbelül egy bejegyzés, illetve megjelenik minden, ami történik az osztályban, ha feladatot adok ki, akkor azt is rögtön látni fogják itt a főcsatornám. Nézzük meg, hogy kell bejegyzést írni, borzasztó egyszerű, a felső sorba belekattintok, és már is tudok írni egy bejegyzést. Ami nagyon fontos, hátrány szerintem, hogy nem lehet formázni a szöveget, és nekem az a tapasztalatom, hogy a fontos bejegyzéseket fontos kiemelni, én ezért szoktam használni ilyen furcsa karaktereket, hogy csinálok valami fejlécet a szövegnek, és kisbetűkkel, nagybetűkkel vegyesen írok, mert azt látom, hogy ez nagyon segíti a diákokat, hogy a fontos információk kiemelkedjenek ebből a sorból, és ne veszítsék szem elől őket. Tudok csatolni dolgokat, képet sajnos nem tudok betenni a bejegyzésbe, de ide alá tudom csatolni őket, úgy, ahogy az előző posztban látható volt. Be tudom állítani azt, hogy mindenki megkapja ezt a bejegyzést, vagy csak a csoportomnak néhány tagjának küldöm ezt, és esetleg át tudom lökni ezt egy másik órába is, itt azt tudom beállítani, melyik poszton jelöljön meg. Ennyi az összes beállítás, és a jobb alsó sarokban nagy színes gombbal tudom ezt élesíteni, illetve a kis nyíl alatt itt van a lehetőség arra, hogy esetleg csak elmentsem, vagy esetleg beállítsam, hogy egy későbbi időpontba posztoljon magától. Tehát ennyi az összes dolog, amit be tudok állítani rajta. Nem sok, de ezt nagyon egyszerű megtalálni, és nehéz szem előtt téveszteni. A fejlécre vissza fogok még térni, ez természetesen személyre szabható, akár saját képet is betehetek ide háttérképnek. A következő, ami nagyon a törzs része ennek a felületnek, ez a munka, ja, természetesen nem szeretném elmenteni ezt a posztot. Itt találhatóak meg ebben a második sávban a kiadott feladataim és tananyagaim.
Ezeket témák szerint tudom rendezni, itt láthatóak a témák, mondjuk szerintem érdemes témakörök szerint rendezni a dolgokat, és a nagy kék gombbal tudok hozzátenni bármit. Ha megnyomom, akkor meglátjuk, hogy milyen lehetőségeim vannak, itt tudok új témát hozzáadni, hogyha például lehet azt mondani, hogy szorgalmi, kötelező feladatok, tananyagok, tehát ez szerint is lehet rendezni a kiadott anyagokat, de az is lehet, hogy hónapok szerint rendezzük, vagy témakörök szerint rendezzük. Én a témakörök pártján vagyok, mert akkor az aktuális dolgok találhatóak fent, és csak azon belül kell kikeresni az, ami a tanulót éppen érdekli. Milyen feladatokat lehet kiadni? Itt látjuk ezeknek a fajtáit. Ki tudok adni egy anyagot, amiben megosztok valamilyen tananyagot, írok egy szöveget, és mellé videókat tudok csatolni, képeket tudok csatolni, PDF-et tudok csatolni, Google dokumentumot tudok csatolni, össze tudok állítani egy olyan csokrot, ami a tanulást, az önálló feldolgozást segíti a diákoknak. Ki tudok adni egy kérdést, én ezt arra szoktam használni, hogy az 2 óra között egy kicsit fenntartsam a figyelmet, de például azt is meg lehet kérdezni a gyerekektől, hogy hogy vannak, és akkor fenntartjuk a hangulatot a 2 óra között, és egy picit talán tudunk arról, hogy hogy érzik magukat úgy általában, és egy picit teret adunk a szüneti szabad beszélgetéseknek. Ide is tudok hozzácsatolni dolgokat, de nincs is feltétlenül szükség rá. Eldönthetem, hogy szeretnék egy pontot adni rá az adott feladatra, mivel ez egy olyan kérdés, ami nem gondolom, hogy értékelendő, ezért ezt a lehetőséget most kiütöm. Beállíthatom azt, hogy meddig tudnak rá válaszolni, erre mondjuk most a következő óra lehetne, amit beállítanék, és be tudom állítani még, ami tök fontos, hogy egymásnak tudnak-e válaszolni a gyerekek, vagy nem látják egymás válaszát, mindegyiké hozzám jön-e be. Amikor ezzel megvagyok, akkor megnyomom a nagy kék gombot a jobb oldalon, és akkor létrehoztam egy kérdést, amit most minden tanulónak kiküldtem. Itt is van a kérdés megjelent. További lehetőségek még azok, hogy tudok quizt csinálni, ez igazából egy Google Forms-ra hasonlít, tehát egy kitöltendő tesztet tudok ide rögtön föltölteni és beágyazni a feladatok közé, illetve olyan szabadon szerkeszthető feladatot tudok létrehozni, amire tudnak válaszolni a gyerekek, és én most ezt fogom majd bemutatni az értékelésben is. Megint csak a címet tudom megadni, a pontos instrukciókat tudom leírni, tudok hozzá csatolni, a Google Drive-omból linket tudok csatolni, fájlt tudok csatolni, és a YouTube-ról ki tudok keresni videót. Ugye a YouTube meg a Google nagyon jóban vannak, úgyhogy ez mindig meg van könnyítve. Nézzük meg, hogy ez hogy működik. Rá kattintok a csatolásra, és fölkínálja azt, hogy a legutóbbi dokumentumaimból választok. Én általában ezt szoktam használni, hogy létrehozom a Drive-omon egy új dokumentumban azt a feladatot, amit ki szeretnék adni, és akkor már is itt fölbukkan az első oszlopban, és csak rá kell kattintanom, de most azt fogom kiválasztani, hogy a gépemről töltök fel valamit, és akkor megnyílik egy mappa, és kiválaszthatok egy képet, amit csatolni szeretnék a máshonnan is ismert módokon, és tessék, már is bekerült ide. Ilyenkor feljön még egy lehetőség, be tudom állítani azt, hogy a diákok csak nézhetik ezt a dolgot, amit megosztok velük, vagy ők maguk szerkeszteni is tudják, és ki tudom osztani ezt minden egyes gyereknek, és akkor mindenki kap belőle egy saját példányt. Én általában ezt szoktam választani, hogy mindenki önálló munkát tudjon beadni, hogyha ez a célja a feladatnak, amit kiadok, ezt így tudom beállítani. Hasonló dolgokat tudok beállítani, mint a kérdésnél, melyik órában jelenjen meg, minden tanulót elérjen-e, vagy differenciálni szeretnék, és különböző tanulók kapják meg az adott feladatokat. Be tudom állítani, hogy hány pontot kapjanak érte, be tudom állítani azt, hogy mikor van a lejárata. Be tudom rakni csoportba vagy témakörbe, itt ugye megjelennek rögtön azok a témakörök, amiket már létrehoztam, de hogyha elfelejtettem létrehozni, akkor gyorsan tudok csinálni még egyet, ami szuper hír. És tudok hozzáadni rubrikot is, vagyis egy olyan értékelő táblázatot, ami mondjuk megmutatja azt, hogy a szövegalkotási feladatot milyen szempontok szerint értékelem. Muszáj neki címet adnom,
különben nem jelennek meg az adott lehetőségek, de most már létre tudom hozni ezt az órát, vagy ezt a feladatot, egyszerűen megint a nagy kék gombra kell kattintanom, és a nyíl mellett ugyanazok a lehetőségek jönnek ki, mint amit már megismertünk a posztnál. Most küldöm-e ki, beütemezem-e későbbre, vagy elmentem csak, és majd később megfoglalkozok vele. Én ezt is most létrehozom, hogy lássuk, hogy mi történik majd vele. Ugye ezt beraktam egy témába, úgyhogy ezért jelenik meg itt, és nem itt külön, mint a kérdésem. Ami nagyon jó szerintem a feladatoknál, hogy a gyerekek tudnak alá kommentálni, tehát itt mondjuk válaszolni tudnak, de náluk úgy jelenik meg, hogy van itt egy lehetőség alul, hogy tudnak beírni kommentet, és vissza tudnak kérdezni, hogyha valami problémájuk van vele. Én azt látom, hogy nagyon sokat kommunikálok velük így, hogy a feladat alatt tesznek föl kérdéseket, és nekem a telefonomra is le van töltve a Google Classroom alkalmazás, amit igazából leginkább a kommunikációra használok, tehát kapok értesítést arról, hogyha kérdez valaki, és általában ezek olyan dolgok, amikre gyorsan válaszolok, még feladatkiadás és feladat ellenőrzés csak hetente megadott időben egyszer vagy kétszer csinálok, tehát nem nincs állandóan bekapcsolva nálam ez a programgépem. Tehát tudok kommunikálni a csoportommal, tudok nekik feladatot és tananyagot adni, és itt meg tudom nézni, kik vannak a csoportomban. Ez azért fontos, mert amint látszik, diák és tanár szerepek vannak. Ő itt egy olyan tanárkollégám, aki megengedte azt, hogy ő itten példadiákként benne legyen, úgyhogy vele fogunk most dolgozni, és itt a kis emberkénél tudok hozzáadni másik tanárokat vagy másik diákokat. Hogyha véletlenül valaki rossz szerepben van, esetleg ez feltűnik, hogy nem tud feladatot beadni, vagy nem jelennek meg nála ugyanolyan módon a feladatok, akkor általában ennyi probléma lehet, hogy ő valamiért tanárként van hozzáadva, miközben diák, és akkor nincs más dolgunk, mint hogy kivenni innen, és ide hozzáadjuk diákként, és akkor már azt fogja látni, amit neki kell látnia. És a legizgalmasabb... Kedves Sára, bocsánat, igen? Hogy... Arra szeretnélek kérni, hogy átállítod a magyar nyelvre, amennyire lehet a felületet, mert a kollégák ezt kérik a chatben. Jó, átállítottam, remélem, hogy ez segíteni fog. A probléma ezzel annyi lesz, hogy nem biztos, hogy pontosan ugyanez lesz a magyarul a neve, mert ugye ez most egy tükörfordítás, de reméljük a Google magával jóban van, és így világos lesz, hogy hol mi történik. Tehát ez a beszélgetés folyam, itt tudok kommunikálni, itt tudom kiadni a feladatokat és a tananyagokat, itt tudom megnézni, hogy ki van a csoportomban, alapvetően semmi dolgom nincs ezzel a csoport létrehozása után, úgyhogy erre fogunk ugrani. Itt évfolyamnak hívja őket, maradjunk abban, hogy napló, a funkciója ennek az oldalnak az lesz, hogy napló, és ezt nagyon fontos dolgok történhetnek itt. Itt látom az osztálynévsort, itt látom a kiadott feladatokat, és itt fogom látni, hogy ki mit csinált. Látható, hogy itt van két feladat, amit még nem adott be a tanulónk, az is látható, hogy bizony lejárt ennek a feladatnak a határideje, és ő nem adott le rá semmit, ezért van nagy piros hiányzó felirat ott. És azt is láthatjuk, hogy van egy feladat, amit már beadott, és akár innen rákattintva is fogom tudni ellenőrizni a feladatot. Én például gamifikálni szoktam, tehát nálam úgy néz ki ez a napló, hogy nagyon-nagyon sok feladat van kiadva, és nagyon sok üres hely van, mert a gyerekek választhatnak, hogy melyiket adhatják be. Így nem a legpraktikusabb felület, de szerencsére máshogy is lehet értékelni a diákok munkáját. Viszont, hogyha valaki mondjuk rendszeresen, és akkor mindenkivel irat egy értékelést, felmérést, visszajelzést, gyakorlást, akkor nagyon-nagyon kényelmesen tudja itt látni, hogy ki hol tart éppen az adott anyagban, illetve ki az, aki még nem csinálta meg a feladatot, vagy késve adta le, és nagyon szépen átlátható, hogy ki hogy tart. Ami a legjobb, hogy ezt le is lehet tölteni, ami nagyon-nagyon eldugott helyen van, úgyhogy lehet, hogy ezt még a gyakorlott Google Classroom felhasználóknak is új lesz. Én nagyon nehezen találtam meg. Úgy tudom letölteni, hogy rákattintok az egyik feladatra, ami azt fogja jelenteni, hogy belépek a feladatba, vagyis azt fogom látni, hogy az összes diákból kiadta be, kinek küldtem már vissza, és ki csinálta meg.
És ilyenkor a jobb sarokban megjelenik ez a fogaskerék jel, ami ugye mindenhol a beállításokat fogja jelenteni. Kivéve itt ez azt fogja jelenteni, hogy az összes osztályzatot, tehát nem csak ennek a feladatnak, vagy nem csak ennek a diáknak a munkáit, hanem mindenkinek a munkájának az eredményét tegye be egy Google táblázatban, vagy pedig le tudom tölteni CSV fájlban. A CSV fájlról ugye azt kell tudni, hogy ez egy furcsa alakú fájl, hogyha az ember olvashatóvá akarja tenni, akkor kicsit bűvészkedni kell az Excelben, viszont mindenkinek ez az első lehetőséget ajánlom. Egyszerűen rákattintunk, egy picit várunk, és a saját táblázataink között meg fog jelenni a naplónk, úgyhogy számolni tudunk vele. Tehát itt látszik, és itt látszanának az értékelések is, hogyha már értékeltem volna egy nagyon egyszerű táblázatban a feladatokat. Ennyi, tényleg két gombnyomás, csak tudni kell, hogy az ember hol keresse. Tehát még egyszer úgy érkeztem ide, hogy a naplóban voltam, és rákattintottam egy konkrét feladatra. Egy konkrét feladatra, és azon belül itt jobb oldalt volt a fogaskerék, amin ez a lehetőség feljött, hogy letöltöm-e az érdemjegyeket. Mivel látjuk, hogy nem adta be Gábor ezt a feladatot, ezért ezt most rögtön értékelni fogom, sokat nem kell gondolkodnom rajta, beírom, hogy ő 0 pontot ért el ezen, és nem szabad elfelejteni, visszatéríteni a feladatot. Tehát mindig meg kell nyomni a return vagy visszatérítés gombot, amikor a diáknak elküldöm az értékelést. Nagyon szereti a Google Classroom, hogyha írok privát megjegyzést, vagy szöveges értékelést is, hogy mindig föl fog még tenni egy oldalt, amin lehetőséget ad nekem, hogy írjam meg neki, hogy miért kap annyit, amennyit. Nekem ezzel jó tapasztalataim vannak, azt látom, hogy a diákok gyakran reagálnak ezekre a privát megjegyzésekre, visszakérdeznek, vagy pedig elmondják, hogy igen, most már értik, ez egy fontos megjegyzés volt nekik, úgyhogy szerintem érdemes ezeket használni, én nem bánom, hogy ezt az orrom alá teszik mindig, de néha fárasztó, hogy mindig két gombot kell megnyomni. Ide is írom neki, hogy nem látok semmit. És akkor most nem csak a számos értékelést, hanem a szöveges értékelést is elküldjük neki. Oké. Itt azt írja, hogy nem adott be semmit, úgy értékeltem a munkáját. Ez így is van, sajnos. No, de azt mondtam, hogy mivel én gamifikálok, és ezért nagyon hosszúra nyúlik nálam ez a táblázat, és egy csomó lukas hely van benne, ezért máshol szoktam értékelni a gyerekek munkáját, és nem itt kattintok bele az egyes feladatokba. Hol csinálom ezt? Itt az oldalsó sávban van egy ilyen fül, hogy mik a tudóim, mik a feladataim, hol van dolgom, hol van értékelendő feladatom. Kiválasztom azt a csoportot, amivel most dolgom van, és akkor szépen összefogja nekem, bocsánat, rosszra kattintottam, tehát erre kattintok az áttekintendő dolgokra, és akkor szépen minden osztályból ki fogja nekem tenni azokat a feladatokat, amivel még dolgom van. Ugye itt látszik, hogy mindjárt végig gondolja, látszani fog az, hogy itt valaki már beadott feladatot, és itt is valaki adott be feladatot, de az is látszani fog, hogy valami most mindent csak kipöttyöz, ami valószínűleg a fordítás miatt, tehát itt az látszik, hogy itt már én egy csomó feladatot osztályoztam, és visszaküldtem a gyerekeknek. Tehát én csak az első oszlopot figyelem, azt látom, hogy itt van egy feladat, amivel nekem dolgom van, rákattintok a feladatra, és ki fog jönni minden még nem értékelt feladat. Itt látom a tanuló beadását, és itt sorakozna mellette a többi tanuló munkája, és innen szépen sorba tudom az összeset értékelni. Én azt szoktam, hogy jobb gombbal rákattintok, de azt hiszem automatikusan is egy új fülön nyitja meg, tehát szépen ki tudom nyitni egymás mellé az összes feladatot, és végig megyek rájuk. Amit nagyon gyakran használok, hogy visszamegyek a diákmunkákról az utasításokra, szeretem megnézni, hogy pontosan mi volt a kiadott feladat, mert az értékelésben ez sokat számíthat, illetve itt látom, hogy miket kérdeztek a diákok. Tehát itt van egy ilyen ugrás, itt van az a felület, ahol látom a beadott munkákat, és értékelni tudom őket, de itt van ez a gomb is, hogy mi is volt a kiadott feladat, és ide tehetem magam elé, hogy mi az, amin dolgoztak a diákok.
átkattintok a diák munkájára, és akkor nézzük meg azt, hogy mi az, amit ők beadnak, hogy adják be, és milyen módon tudom ezt értékelni. Itt látszik adott esetben több fájl is, amit bead a diák. Előfordulhat az, hogy ő, ezt itt most becsukom, tehát előfordulhat az, hogy ő dolgozik az én kiadott feladatlapomon, mondjuk egy Google dokumentumba beleírja a fogalmazását, beadja a feladatot rajtam, azt is tudom értékelni, akkor itt egy Google dokumentum jelenik meg. Én azt tapasztalom, hogy nálunk a diákok nagyon sokan dolgoznak tableten, és akkor rá szoktak írni újjal a feladatra, és úgy töltik ki a feladatlapokat, és ilyenkor képformátumban küldik vissza a feladatot, vagy PDF-ben, és a harmadik lehetőség az az, hogy papíron megcsinálják, lefotózzák, és feltöltik a telefonos applikáción keresztül, vagy a gépen keresztül. Amit tapasztalok, hogy mi tanulócsoportunkban minden gyereknek van eszköze, de nagyon különböző eszközeik vannak. Van, aki tabletről dolgozik, van, aki telefonról dolgozik, van, aki gépről dolgozik. Ami szerintem nagyon nagy előnye a Google Classroomnak, hogy mindenki be fogja tudni adni a feladatot, és azt is látom, hogy nagyon különböző módokon oldják ezt meg a gyerekek, de igazából mindegyikkel tudunk dolgozni. És szerintem ez egy nagyon nagy előny, ez a hozzáférhetőség több keretrendszerhez képest. Nem muszáj gép hozzá. És akkor mi történik? Azért azt kértem, hogy egy képet adjon be a kollega, mert azt látom, hogy a legtöbbször a gyerekek valamilyen képformátumban küldik el a feladatot, és itt egy nagyon érdekes lehetőség van az értékelésre. Láthatjuk, hogyha rámegyek a képre, akkor rögtön ketté válik a kurzorom, és ez azért nagyon érdekes, mert lehetőségem van arra, hogy kijelöljem a képnek egy részét, mondjuk egy számolást, és amint elengedem a kurzort, akkor rögtön egy komment lehetőség fog felbukkanni, és sajnos csak írni tudok neki, de oda tudom írni, hogy ezt tessék átszámolni mondjuk. És itt van egy külön dolgom, nem elég entert nyomni, hanem ide kell jönni, és külön gombbal kell elküldeni. Ettől azért, amikor az ember nagy tömegbe javítja a feladatokat, akkor dübe tudok gurulni mondjuk én, de azért elég jól lehet értékelni a feladatokat. Tehát alapvetően szöveges értékelést tudok csinálni, és ez a jel, ez akkor is itt van, hogyha szöveges dokumentumot adnak be, akkor pedig azt tudom csinálni, hogy kijelölöm a kurzorral, mondjuk a megadott bekezdést, és ugyanitt oldalt meg fog jelenni a kommentelés lehetőség, és tudok a gyereknek kommentet írni. Ez elég jó lehetőség, sokkal jobb, mint a semmi, és nagyon jó, hogy minden fájl formátummal tudok dolgozni, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan tantárgy van, ahol önmagában az, hogy egy szöveget oda tudok írni, még hogyha ez egy bekezdés, és megpróbálok valamit elmagyarázni, az nem elég. Én legalábbis nagyon sokszor érzem azt, hogy képet szeretnék küldeni, egy ábrát szeretnék küldeni, vagy akár egy videót szeretnék a gyereknek küldeni, hogy ezt nézze meg még egyszer, mert valami nem stimmel benne. Itt sajnos ki kell lépni szerintem a Google Classroomból, és ilyenkor én e-mailben szoktam a gyerekeknek elküldeni azt a plusz kommentet, amit nem tudok szövegben ideérni. Nekem ez egy nagy hiányosság, de azt gondolom, hogy azért a semminél sokkal több lehetőség van. És nagyon jó, hogy nem kell letölteni a képeket, nem telik meg a tárhelyem, nagyon jó, hogy nem kell nagyítgatni, kicsinyítgetni, elforgatni őket, hanem ezek igazából itt általában olvasható formában jelennek meg a képek, és nagyon jó, hogy itt van egymás alatt mindegyik, nem kell az elnevezésekkel foglalkozni, a gyerekek rendszeresen ilyen címen adják be a feladatukat, képzeljük el, hogy e-mailbe kapjuk meg őket, és azokat letöltögetjük, és mappákba rendezgetjük, és próbáljuk kitalálni, hogy ki küldte, na ezekkel mind nem kell foglalkozni, és ez egy nagyon nagy előnye a rendszernek, még akkor is, hogyha nem tudok minden módon visszajelzést adni, ahogy nekem kényelmes lenne. Ide be tudom írni a pontértéket, hogy mit kap, gyönyörű képet kaptunk, úgyhogy majdnem minden pontot meg fogok neki adni, és ide is tudok írni egy privát kommentet, én ide egy összefoglaló kommentet szoktam írni, és nagyon sokszor felszoktam hívni itt a gyerekek figyelmét arra, hogy van még megjegyzés a beadott munkájukon is, hogy ezt nézzék meg, erre azért elég erősen rá kellett nevelni őket. Itt megint van egy furcsa dolog, sok gombot kell megnyomni, külön kell megnyomnom a posztolást, tehát külön küldtem el a szöveges kommentet, és külön fogom elküldeni a számos kommentet, ez pedig itt fönt fog történni. És akkor még egyszer elküldjük. Szóval relatív sok gombot kell megnyomni, de legalább biztos lehet benne az ember, hogy tényleg elküldte a visszajelzést. Ilyen módon tudom értékelni tehát egy diáknak a munkáját.
Iszonyú egyszerű felület, nagyon kéznél van minden, szépen egyben látszik egy diáknak a munkája, viszont csak szövegesen tudok visszajelzést adni, ami hátrány tud lenni. És a telefonon is lehet amúgy javítani, ott tudok rá újjal írni, kézzel írni megjegyzéseket, viszont ezt nem minden tanuló látja nálunk. Én ebbe belefutottam, hanem nagy boldogan pipálgattam és rajzolgattam nekik mindenfélét, és aztán kiderült, hogy gépről nem mindenki látja. Úgyhogy maradtam ennél a keretezős módszernél, mert ez úgy tűnik, hogy nem okozott senkinek problémát, hogy lássa itt a visszajelzéseimet. Nem tudom, hogy mi ennek pontosan az oka, hogy nem láttam mindenki a telefonos megjegyzéseimet, vagy értékelésemet. Ami a következő dolog lesz, amit szeretnék megmutatni, hogy mi van, amikor élő órát szeretnénk tartani a gyerekeknek, és ehhez most vissza fogok menni a bemutató órám csoportjába, mert azt mondtam, hogy itt a fejlécről még lesz szó. Itt két dolog van, amiről még nem beszéltünk. Az egyik az osztálykód. Úgy is hozzá tudom adni a gyerekeket, hogy én egyszer bepötyögöm őket, mindenkinek a nevét, ide az emberek opcióba, amit mutattam, ugye a tanulókhoz hozzáadok mindenkit, és akkor szépen benne vannak a csoportban. Én amúgy ezt ajánlanám tapasztalatból, de van egy másik lehetőség is, elküldhetem mondjuk e-mailben, vagy fölírhatom a táblára, hogy mi az én osztályomnak a kódja, ez a furcsa betűkombináció, és akkor a diák pedig úgy tud csatlakozni, hogy itt a főoldalon, ahogy beérkezik a Classroomba, ennél a plusz jelnél, ahol néztük, hogy hogyan lehet új osztályt létrehozni, ő nem fog tudni osztályt létrehozni, hiszen diák, viszont csatlakozni tud osztályhoz, és akkor ezt a lehetőséget megnyomva, azt a billeny, vagy azt a kódot beütve, bum, bent találja magát az osztályomban. Tehát körülbelül meg tudom őt hívni. De szerintem a tanóráknál az a biztos, hogyha az ember bepakolja a gyerekeket, nehogy eltűnjenek az éterben. És itt van még egy lehetőség. Létre tudok hozni egy online találkozó linket ehhez a tanórához. És ez egyszerűen erre rá kell kattintanom, és létrehozok egy Meet linket. És itt külön be kell állítanom, hogy ez látható legyen a diákok számára, tehát mindenki lássa ezt a linket. És utána elmentem. Nekem ezzel nincs jó tapasztalatom, ugyanis ez azt jelenteni, hogy a diákoknak úgy kell elindulniuk, hogy följönnek a Classroomba, tudják, az órájukra néznek, és tudják, hogy most nekik mondjuk bemutató órájuk lesz, és akkor a bemutató óra előtt 3 perccel ide rákattintanak, és bejönnek a Meetbe. Ehhez képest az a tapasztalatunk, hogy nagyon-nagyon jó az, hogyha sokkal jobban működik, hogyha ők a naptárból indulnak el, és az alaphelyzet az az, hogy ők a naptárjukban, tehát a kalendárban keresik meg az órarendjüket. Erre mutatok egy másik lehetőséget is. Ugye itt már egyszer lobogtattam, hogy a jobb sarokban át tudunk menni minden más Google-ös lehetőséghez, és itt van a naptár is. Tehát innen is el tudok menni a naptáromba, biztos bele vannak írva dolgok, de ez most nem fog minket zavarni. Tehát sokkal praktikusabb az, hogyha a diák alapvetően a naptárában keresi az óráit, és ide vannak neki beírva a meetingei, vagyis az élő kontakt órái, és akkor fog tudni időben csatlakozni. Viszont itt van egy gubanc, tehát mondom, én ezt ajánlom, hogy az iskola ebben egyezzen meg, de itt van egy gubanc, ugyanis, hogyha én létre akarok hozni nekik egy tanórát, mondjuk most idehozok le, akik létre egy tanórát, akkor nagyon ügyesen kijelölöm az időpontot, nem volt más dolgom, csak lehúztam a megfelelő idősávban a kurzorral a dolgot, ideírom azt, hogy szakkör, nagyon ügyesen be tudom állítani az időpontot, de hát ezt most már be is állítottam, ez egy ilyen esti dolog lesz. Nagyon ügyesen ide tudom tenni, és most azért nem fogok elkezdeni neveket írni, vagy egy csoportnevet írni, mert akkor mindenféle személyes dolgok ki fognak jönni, de ide beírhatom az osztályom nevét is. Tehát azt kezdeném el beírni, hogy bemutató óra, akkor az egész csoportot alapvetően meghívja. És itt is létre tudok hozni egy linket. A probléma az, hogy ez a két link ez másmilyen. Tehát én abba belefutottam nagyon sokszor, hogy nagyon szépen betettem a naptárba az órát, és a fele csoport a osztály tetején található linkben volt, a másik fele csoport meg a naptárban található linkben volt, és akkor online szaladgáltunk körbe-körbe, és kerestük egymást. Szóval a tapasztalat az végül is az lett, hogy érdemes csökit létrehozni ezt a lehetőséget
tehát a magát a kódot, és a másik az órán ott nem. Itt van egy gomb, ahol mindenféle konferencia, beszélgetés, beállítás meg lehet tenni. Nincs túl sok beállítás, úgyhogy igazából nagyon sok keresnivalója az embernek itt nincsen. Viszont, hogyha valaki a fizetős verziót választja, akkor itt található meg a csoportszobák létrehozásának a lehetősége. Úgyhogy ezért szerettem volna felhívni a figyelmet erre a gombra. Innentől nincs más dolga, mint egyszerűen elmenteni magát az eseményt. Amit még meg tudok csinálni, és ezt itt elfelejtettem megmutatni ezt a trükköt, hogy be tudom állítani, hogy ez egy ismétlődő óra legyen. Tehát nem csak egy egyszeri alkalom, hanem bizony, és ha ide kattintok, akkor már is sokkal több lehetőségem van, kiválaszthatom azt, hogy dehogy nem, ezt ismétlődjön szépen minden héten csütörtökön. Ha ezt nyomom meg, akkor sajnos örökre be lesz írva a naptáramba, ami egy kicsit fárasztó tud lenni, úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, hogy ezt a személyre szabható megoldást választa ki, tehát hetente ismétlődjön minden egy héten, mindegy csütörtökön legyen, és legyen vége a tanév végével, mondjuk akkor mondjuk maradhat ez a dátum, ez jó, tehát a tanév végéig szépen minden hétre legyen betéve ez az online óra, és azt mondom, hogy vége, és azt mondom, hogy mentsük el, és mindenki kapja értesítést, aki az osztályomban van. Tehát egyszer kell ezzel időt töltenem, és onnantól szépen minden héten látszani fog, hogy ott van nálam ez a tanóra, bekerült a naptáramba, és meghívtam az egész csoportomat rá. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy így lehet meetet indítani, így lehet oda terelni a gyerekeket egy helyre, egy online órára, és kevésbé ezzel a linkkel. Ez megtévesztő tud lenni. Én most meg szeretném mutatni ennek a meetnek a felületét, úgyhogy bemegyek egybe, nyilván nem lesz ott senki a túloldalon, de reméljük, hogy meg fogom tudni mutatni a felületet. Most ugye egy Teams beszélgetésben vagyunk, ez egy ugyanolyan videóbeszélgetés lesz, csak egy másik felületen. A kezdő oldalon ki tudom és be tudom kapcsolni a kamerámat és a mikrofonomat, ebben szerintem minden iskolában más megbeszélések vannak, nálunk be kell kapcsolni a kamerát a gyerekeknek. És utána a nagy zöld gombon tudok csatlakozni magához a beszélgetéshez. Le fogom kapcsolni benne a mikrofonomat, mert szerintem különben zörögni fog, de nézzük meg, hogy mi mindent lehet itt csinálni. Tehát itt van maga a megbeszélés, itt látom, hogy hány diák csatlakozott be, itt van a chat felület, itt tudok csetelni velük, alul itt vannak azok az opciók, amiket ismerünk más programokból is, lehet jelentkezni, és ugyanúgy le kell venni a jelentkezést, amikor már nem aktuális, és itt lehet megosztani a képernyőt is. Választhatok a közül, hogy az egész képemet szeretném, az egész asztalomat szeretném megosztani, egy ablakot szeretnék megosztani, vagy egy konkrét böngésző ablakot szeretnék megosztani, és semmi más nem, és hogyha kiválasztom az egyiket, akkor utána még egyszer rá kell kattintanom, hogy jó, de az konkrétan melyik legyen, és utána megosztom a képernyőmet a megosztással. Ezt most azért nem csinálom meg, mert a képben a kép fog látszani, és ez talán egy kicsit túlzás. Milyen lehetőségek vannak még? Őt nem engedjük most be, bocsánat. Milyen jól le van védve, ugye van itt is egy lobby, nem tud akárki csatlakozni egy híváshoz. Gondolom egyébként az történt, hogy valaki, aki most nézte, beírta ezt a kódot, ezért tudott volna csatlakozni, de hát ki tudtuk védeni ezt a biztonsági részt szerencsére. Amire van lehetőségem még, az itt van a jobb sarokban, és ezt úgy hívják, hogy Jamboard, és én nagyon-nagyon szeretem. Itt van mindenféle beállítási lehetőség, nekem nem nagyon volt szükségem még egyikre sem. Magyarul sajnos nem működik az, hogy automatikusan feliratozza a szöveget. Itt van lehetőség átrendezni a kicsi csempécskéket, ahogy a gyerekek látszanak. Ezt néha használtam. Itt tudom fölvenni a meetinget, és ezt szoktam viszont nagyon sokszor használni. Ez a Jamboard, ez egy nagyon izgalmas dolog. Ez egy olyan prezentáció, amire mindenki fog tudni írni a csoportomból. Tehát, ami itt látható, ez a Jamboard, ez egy külön ablakban nyílik fel a meetingem fölé, itt van alatta a meetingem, én olyat is szoktam csinálni, hogy kirakom így fél ablakra a gyerekeket, és fél ablakra a Jamboardot, amit mindenki néz.
Itt ez nem egy végtelen felület, ez egy dia, tehát vége van. A bal oldalon tudok eszközt választani, választhatok tollat, amivel szabadon tudok írni. A színét a kis nyílon tudom változtatni, és a fajtáját. Nagyon sok íróeszközöm van. Van radírom, amivel ki tudom radírozni, amit a kezemmel írtam. Van ilyen jegyzetem, aminek a színét is változtatom. Változtathatom. Ez a csoportmunkánál nagyon hasznos, amikor a gyerekek különböző csoportokban különböző színekkel jelennek meg, és így tudnak együttműködni egy felületen. Képet is fel tudok tölteni, szóval használhatom PowerPoint prezentáció helyett is, és a gyerekeknek mutogathatok és rajzolhatok rajta, vagy egyszerűen berakhatom a PPT prezentációimat, hogyha ilyenem van. Tudok geometriai alakzatokat és egyszerű rajzokat csinálni, és tudok szabad szöveget is írni. Ami vicces, hogyha a gyerekekkel is megvan osztva a felület, akkor ők is tudnak írni, és addig nem látszik a szöveg, amit írtak, amíg ki nem kattintanak a dobozból. Tehát lehet olyat csinálni, hogy megkérek mindenkit, hogy kezdje el begépelni a helyes választ, és utána azt mondom nekik, hogy háromra most kattintsanak ki a keretből, és akkor egyszer jelenik meg a helyes válasz mindenkinél, és így mindenkinek kell valamit csinálnia, nem csak passzív résztvevője az órának, ez egy elég szórakoztató játék. És itt van még valami, a lézer, ami azon kívül, hogy rendkívül szórakoztató, amúgy hasznos is tud lenni. Ezzel tudok, hogyha prezentációként használom ezt a felületet, akkor ezzel tudok nagyon jól mutogatni és kiemelni dolgokat, úgyhogy ez egy prezentációs eszköz, ami be van építve. Szóval én nagyon szeretem a Jamboardot, tök jól tudunk rajta együttműködni a diákokkal, de az is nagyon jó, hogy le lehet tiltani őket, és tudom más funkcióban is használni, mert bizony, hát garázdálkodnak rajta, el lehet képzelni, hogy az első használati alkalommal mennyiféle rajz jelenik meg itt, amíg meg nem tanulják, hogy ez mire való. Úgyhogy kikapcsolom most a Jamboardot, és még két dolgot szeretnék elmondani. Most ezt gyorsan kérdezem. Szóval még két dolgot szeretnék elmondani. Nagyon hasznos volt a meetingekben, egy darabig itt felmerült az, hogy egy kérdés szekció is ott volt, és egy szavazás szekció is. Erről már az elején említettem, hogy sajnos ezek átkerültek a fizetős kategóriába most, úgyhogy az embernek mindenféle barkács megoldásokkal kell ezt megoldania. Én ebből a Mentimetert szoktam használni, és a Szókratívot szoktam használni a diákokkal, és olyankor egyszerűen csak megosztom a megosztással, a képernyő megosztással a belépőkódot, vagy a chatbe elküldöm nekik a linket és a belépőkódot, és akkor úgy fognak tudni csatlakozni az adott felülethez, és egy-két használat után már nagyon gyorsan megy nekik, és nagyon ügyesen csinálják, úgyhogy nem vesz el sok időt az, hogy ez nincs beépítve. És a másik dolog, ami fájdalmasan hiányzik, és a fizetős lehetőségek között található meg most már, ami azért azt is jelenti, hogy nem valószínű, hogy meg fog jelenni az ingyenes lehetőségek között a közeljövőben, tehát el kell búcsúznunk tőle, az a breakout room lehetőség, amit egy barkács módszerrel tudok szemléltetni, hogy hogyan, vagy egy ötletem van arra, hogy lehet ezt megoldani. Méghozzá úgy, hogy nem csak egy órát hozok létre, hanem mellette létrehozok egy másik órát is, egy másik linkkel, ahova nem hívom meg az egész osztályt, csak pár ember számára hozom létre, és utána ezt a linket, ezt a videólinket kimásolom, és megosztom a gyerekekkel. Tehát létrehozok párhuzamosan három videóhívást, és ezt gyerekek bizonyos csoportjával megosztom, és azt mondom nekik az óra közben, hogy most mindenki menjen be a saját csoportjába, és aztán jöjjenek vissza egy megadott időben. Volt ebből nekem nehézségem, mert hogy, és ezt most akkor ki is kapcsolom itt a megosztást, mert igazából már csak mesélni szeretnék. Volt ebből nekem nehézségem, mert amíg én beléptem az adott szobákba, az nagyon-nagyon sok időbe telt. Tehát átlépkedni egyik hívásból a másikba, az 15-20 másodperc volt, és ez összességében azért nagyon megnehezítette az együttműködést és a csoportmunka hangulatát,
Úgyhogy nem vizsgázott nálam jól ez a barkács csoportszoba megoldás, de meg lehet csinálni. Szóval, hogy ezzel kell most már együtt élnünk az ingyenes verzióban. Én ennyit szerettem volna elmondani. Tudom, hogy ez nagyon sok volt, és nagyon sokféle. Viszont azt is remélem, hogy tudtam adni egy olyan teljes képet a hétköznapi használatáról ennek a programnak, ami tényleg azt mutatja meg, hogy érdemes belevágni, és főleg szerintem általános iskoláknak érdemes belevágni, mert ez nem egy csoda program olyan szempontból, hogy nem tudok mindent személyre szabni, nem tudok mindent megoldani, nem tudok mindenre valami ötletes megoldást kitalálni, betenni egy másik alkalmazást, és megoldani benne bármilyen pedagógiai célnak megfelelő problémát. Viszont azt a kevés dolgot, amit kínálja, azt nagyon megbízhatóan és nagyon egyszerűen kínálja, és abszolút az a tapasztalatom, hogy az alsó tagozatosoknak is működik, és tudják használni, illetve hogy a szülők is nagyon jól tudnak benne segíteni. Tehát, hogyha egy alsó tagozat olyan keretrendszert keres, amiben tárhelye is van, amiben kommunikációs felülete is van, amiben videóórákat is tud csinálni, és amiben órarendje is van a gyerekeknek, és feladatot is tudnak beadni és kiadni, akkor szerintem tényleg érdemes ezzel kezdeni, mert minden más, ami bonyolultabb, az sokkal több gombot és sokkal bonyolultabb felhasználói felületet jelent, és az meg sok.